Bordalokkal idézte fel a szüret hangulatát a zselitszentpáli népdalkör, míg a színpadon kulturális műsorok szórakoztatták a bőszínfára látogatókat, addig a főzőverseny résztvevői szorgosan forgatták a fakanalakat. A bográcsokban tradicionális ételeink egyike, a lecsó készült, de nem a hagyományos recept szerint, itt ugyanis minden lecsó valamitől különleges volt. A szívünktől, a simonfai szívtől, a simonfán nevelt mangalica szalonnától, és a simonfán termelt babtól. Hogy a bab miként passzol a lecsóhoz, azt a tökös ötös sem tudta, viszont remélték, hogy az újítással kivívják a zsűri elismerését. A zselici tüzes lecsó főzőkavalkádnak 12 éves múltja van bőszínfán. Nem pusztán a helybeliek, hanem számos környékbeli település is kipróbálta a gasztronómiai jártasságát. Ez már fantasztikus, amit itt ezek az emberek csinálnak. Én ebben egy nagyon, de nagyon pozitív dolgot látok, hogy élvezik. Tehát mindig valami túllicitálni, valami újat. A kreativitásból pedig bőven jutott a csapatoknak, a kínálatban még szalonnás szűzérmés lecsó is szerepelt. A szűzérme az egy szűz hús, egy száraz szűz hús, és akkor szalonnával, és akkor így bele a lecsóba. És akkor így nem lesz olyan száraz, finom. Mi az, amire figyelni kell az ízesítést? Hát, hogy elég fűszeres legyen, és egy kicsit csípős. Nem túl csípős, csak egy picit. Mert hogy a tűznek is érződnie kellett az ételem, a mernyei papák viszont úgy vélték, az ő lecsójukhoz nincs fogható még ezen a versenyen sem. Hagymafüves galuskával készül, és ez különleges. A fűszerek összeállítását azt nem árulom el, már az titkos. Hát lila hagyma, vörös hagyma, és mindenféle, ami belejár. Így a szalonnán kívül csülök és ketchup is került a bográcsba, ami új ízvilágot adott a sokak által kedvelt ételnek. A versenyzők azonban nem riválisként, hanem barátként tekintettek egymásra, hiszen a jól összeszokott társaságok évről évre megfőzik a tüzes lecsót bőszínfán.